szeretettel köszöntöm a Nexus Club másik Magyarország harmadik Győrmoson Sopron vármegyei rendezvényén megjelentek. Köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Én Pető Mónika vagyok, a Nexus Club tagja és segítője, lelke segítője. Szeretném felkonferálni a mai előadás sorozaton előadó megjelenteket. Dr. Horkovics Kovács János lesz az első, a Hun TV tulajdonosa és működtetője, tagja az Orvosok a tisztánlátásért mozgalomnak, Pomázon ma is praktizáló szülész nőgyógyász, ő a pártpolitika mentes szakértő kormány mozgalom elindítója és szervezője. Az előadásának fő pontjai a sorsunk alakítói, a pártpolitikamentes szakértői kormány, illetve a várható járványok. Majd ezt követően lesz egy 10 perces szünet, majd Juhász János Zoltán, a Nexus TV program igazgatója fog egy előadást tartani. Aki esetleg nem tudja, az előbb el is hangzott, ő készítette a 100 évvel Trianon után című filmet. Ő működteti a Nexus TV-t, a Nexus Klubot, a Nexus közértet, és számos kezdeményezés köthető még a nevéhez, ezt nem is sorolom tovább, mert ma többek között a készpénz használat életben tartása, illetve a civil konzultáció okán is gyűltünk itt össze, és az ezzel kapcsolatos előadásának témája a polikrízis, a hitelpénzrendszer minden bajok okozója, van-e reális cselekvési lehetőségünk, a civil konzultáció megvalósítása, valamint mit tehetünk volna. Ezt követően ismét egy 10 perces szünet várható, és az utolsó előadónk, és egyben a nagy reménységünk, Varga István, mérnök közgazdász, a Hun Bányászat Kutatási Fejlesztési és Innovációs Kft. Tulajdonosa, aki jelentős mennyiségű aranykészletre talált a Börzsönyben. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és átadom az első előadónak a szót, dr. Horkovics Kovács Jánosnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket. Én 2020-tól indulnám el a munkámat kicsit vázolni. 2020-ban köszöntött ránk a COVID-járvány. Mivel a Hun Televíziónak vagyok a tulajdonosa, az egész világról folyamatosan bombáztak a hírek ezzel kapcsolatban, és hát elég gyorsan kiderült számomra, hogy itt egy népirtán zajlik. Méghozzá egy intézményesített, végzett, nemzetközi szinten zajló népirtás. Gondolom, akik itt vannak, ennek a társaságnak a jó része ezzel tisztában van. Mondjuk lehetne ezt ecsetelni, hogy mi mindenből jött rá az ember, hogy itt népirtán zajlik. Menjünk gyorsan, csak úgy slágortokba végig, jó? Kínában megjelenik egy vírus, amire a képernyőkön mutatják, hogy itt összepottyannak az emberek az utcán. Nyilvánvaló kellő riadalmat okozva az embereknél. Csak az volt az érdekes, hogy ezt követően 4 hónapig nem szüntették meg Kínából jó repülőgépeket. Tehát minden nap 300 embert hoztak be Kínából Magyarországra. Hát, hogyha egy olyan eszméletlen veszélyes vírusról van, akkor hogy tehette ezt meg a kormány? Kérdőjel. A következő furcsa dolog volt, hogy kiderült, hogy Európában is kialakul egy nagyon komoly központ, az Észak-Olaszországban volt, és jött a karácsony meg a szilveszter, és ugye Olaszországnak ezen a részén körülbelül 1 millió román vendégmunkás dolgozott. És jöttek a szünnapok, a karácsonyi szünnapok, és mit ad Isten, ez 1 millió román vendégmunkás, arról a helyről a leggyakoribb volt a COVID-fertőzés, szépen átengedik Magyarországon. Minden kontroll nélkül. De ennek bennem nagyon komolyan fölvetődött a kérdés, hogy vajon itten akaratlagosan fertőzik a népet? Egyrészt Kínából jött folyamatosan a telerepülőkép kínaiakkal, aztán a románokkal. Ugye telt múlt az idő, és elkezdték oltani az embereket. Na most közben az is kiderült, hogy ennek a messenger RNS típusú oltásnak, most a Pfizer oltásról beszélek többek között, de többi oltás is, a Moderna, az AstraZeneca, Johnson, gyakorlatilag mind ugyanazzal a elméleti háttérrel voltak kialakítva.
ezek az úgynevezett messenger RNS oltások. Na most a messenger RNS oltásnak a föltalálója nem Karikó Katalin volt, hanem Robert Malone, aki rengeteg állatkísérletet végzett ezzel az anyaggal kapcsolatban, és akkor, amikor kezdték oltani a kisgyerekeket, akkor ő azonnal jelentkezett a médiában, Szent Isten, ne csináljátok, mert az összes állatom elpusztult. Aztán jött ez a kedves asszony, a Karikó Katalinról beszélek, aki megvalósította annak a lehetőségét, hogy hol lehet ezt a messenger RNS-t belevinni a genomba, tehát a sejtmagba, és hogy lehet beépíteni ennek az információját a kromozómába. Ugyanis magát a fertőzést, azt nagyon szépen lehetett kezelni. És hogyha van egy vírusfertőzést, amit kezelni lehet tablettákkal, akkor mindenfajta védőoltásnak teljesen nincs értelme. És volt ilyen anyag, többek között ezek közé tartozik az ivermectin, amit mai napig Magyarországon tilos adni az embereknek. Ha jól emlékszem, 40 orvos van, rendőrségi kihallgatás, engem is behívtak a rendőrségre, mert valakinek ajánlottam két évvel ezelőtt valakinek ajánlottam az ivermectint, és emiatt behívtak kihallgatni a rendőrséget, másfél órás kihallgatáson, hogy mertem én a ivermectint valakinek ajánlani. Körülbelül világszerte körülbelül olyan, hát egy pár milliárd embert ezzel az ivermectinnel gyógyították meg, és akkor a magyar, ugye hát folyamatosan az ment az orvosoktól, hogy miért nem engedik az ivermectint Magyarországon, és akkor a magyar orvosi karamara elrendelt egy olyan intézkedés, hogy 2 vagy 3 orvosi egyetemen kezdték vizsgálgatni, kísérleti vizsgálatokat csinálnak 40 emberen, hogy vajon az a ivermectin segít-e. Hát milliárd embereket gyógyított meg, Magyarországon vizsgálgatták, hogy segít-e. Tehát mindesetre, ahogy telt az idő, számomra egyre világosabbá vált ez a népirtási szándék. És akkor végül is, én nőgyógyász vagyok, de olyan sok volt a COVID-oltás utáni betegségeknek a száma, hogy végül is átalakítottam a rendelőmet, én most már szinte csak COVID-oltott embereket kezelek. Most azért kellene tudni, hogy ez a Pfizer az gyakorlatilag mit csinál az emberrel. Ugye ez egy messenger RNS típusú oltóanyag. A messenger szó azt jelenti, hogy üzenet angolul. Az RNS az a ribonuklein savnak a rövidítése. Ez egy olyan típusú molekula, amely hasonló, csak a kromozómában találhatunk, a dezoxiribonuklein formájában. A lényeg az, hogy ez a molekula az oltóanyagban az képes információt tárolni. Ha valaki ezt az oltást megkapta, szervezetünkben van egy téta transzkriptáz nevezető enzimrendszer, ami ezt az információt az oltóanyagba szépen beépítette a kromozómába. Ezt a gént, amit ott bevittek vele, azt már sose lehet kivenni. Tehát ez egy végleges állapot. Na most ez a gén elkezdi termelni a tüskefehérjét. Ez egy nagyon-nagyon mérges fehérje, mérgező fehérje. Amellett, hogy mérgező fehérje, magában az oltásban 3 olyan komponenst írtak le, ami megegyezik az AIDS vírusnak a komponenseivel. Tehát gyakorlatilag, mint hogyha AIDS betegek lennének azok, akik oltást kaptak. Mit csinál az AIDS betegség? Ugye leveri az embernek az immunrendszerét, ennek következtében akármilyen kis fertőzésre komoly betegség alakulhat ki. Na most mit csinál ez a tüskefehérje? Sajnos ameddig él egy ilyen ember, aki be volt oltva, az élete minden napján termeli ezt a tüskefehérjét. Ez a tüskefehérje többek között mit csinál? Az egyik dolog az, hogy kialakítja az emberbe az úgynevezett turbórák nevezetű betegséget. Ez miért alakul ki? Kromozomában vannak olyan területek, ahol úgynevezett reparációs enzimek termelődnek, ezek azért fontosak, mert hogyha a kromozomában van valami komoly probléma egy sugárnyaláptól, vagy egy vírusfertőzéstől, valami zavar csinált a kromozomában, ezek a fehérjék az esetek döntő részében ezt ki tudják javítani. Csak ám a tüskefehérje ezt a részt leblokkolja. Tehát nem tudja kijavítani. És ezért alakul ki ezeknél az embereknél az a betegség, amit turboráknak neveznek. Ez azért hívják turboráknak, mert nagyon gyors lefolyású, gyógyszerekre alig reagáló betegség, és elég gyorsan viszi az embert a mennyországba. A következő probléma az, ez mondjuk az itteni hallgatóságot kevésbé érinti, de a fiatal emberek, akik megkapták ezt az oltást, azoknál a spermium behatolását a petesejtben megakadályozza ez a tüskefehérje, tehát ezek a fiatal embereknek a döntő része meddővé válik, tehát nem lesz unoka. Így is lehet írtani családokat.
A következő probléma, amit ez csinál, az, hogy összetapasztja a vörösvérsejteket. Na most ez egy nagyon komoly probléma. Ugyanis az oxigént a testünkben csak az egyedülálló vörösvérsejt tud szállítani, a benne levő hemoglobin segítségével. Mivel hogy ez a tüskefehérje összetapasztja a vörösvérsejteket, nem képes szállítani az oxigént. Emiatt nő a vérnek a viszkozitása, tehát sűrűsége, és ennek az a következménye, hogy a szív ezt már csak nagyon nehézkesen tudja hajtani. Tehát sok embernek elindul fölfelé a vérnyomása. Mindenki tudja, hogy 200 fölött gyakran alakul ki az, hogy megpattannak az agyban a kis hajszálereskék, és ott az agyvérzés. A következő probléma az, hogy mivel hogy nagyon erősen lecsökken az oxigénszállításnak a képessége, pont az összetapadt vörösvérsejtek miatt, ezek az emberek egy krónikus, oxigénhiányos állapotban vannak. Csak ám az oxigénhiányra a legérzékenyebbek az agysejtjeink. Tehát az ilyen emberek egyrészt memóriavesztéssel jár, folyamatosan fáradtak, aluszékonyak. A legnagyobb probléma az, hogy el kell sorvadni, majd pusztulni az agysejtük. Tehát elindul a menet a teljes mentális retardáció irányába. A következő probléma az, hogy mindenki tudja, hogy a érrendszerünk legvégén ott vannak a hajszálerek. A hajszálerek olyan vékony erecskék, hogy ott jószerével csak egy vörösvérsejt tud átmenni. Hogy menjenek át, hogyha a vörösvérsejtek össze vannak tapadva? Tehát ezek a hajszálereknek egy része be fog dugulni, megszűnik a vérkeringés bennük, és ennek következtében azok a szervek, és vagyis majdnem minden szervünket végül is a végén a hajszálerek látják el, hát ezekben a szervekben elhalások jöhetnek létre. Nekem van olyan betegem, akinek az ujjai innen lerohadtak, és már csak a csontok álltak ki. Ha nézték a Hun televízióban ezeket a felvételeket, ott le vannak fényképpen, meg lehet nézni. De volt nálam egy olyan úr is, aki egy héttel a Covid-oltás után rohadt le a fél arca. Az úgy néznek, mintha leprásak lennének. Egyszerűen rohadt lefelé az egész szövet. De abban az esetben, hogy ez az eldugulás az agyba történik, akkor nem agyvérzés, hanem agyi érelzárodás jön létre. Ez általában halálos. De az elzárodás lehet a hasnyálmirigyben, akkor cukorbetegé válik az illető, lehet a pajzsmirigyben, akkor valószínűleg pajzsmirigy alulműködése lesz, de lehet a vesében is, és akkor ez a szerencsétlen ember 3 naponta járhat a dialízisre. Ezeknek mindegyiknek tönkre teszik az életét. Így vagy úgy, vagy amúgy. A következő probléma az, hogy ebben az oltásban még plusz 2 méreganyag is van. Az egyik a gráfénoxid, és a másik a gráfénhidroxid. A gráfénoxid az egy olyan molekula, ami egy elektrostatikus molekula, amelyik 34 fok fölött, tehát a szervezetben nyilván 34 fok fölött van, ilyen kis pálcikákat alakít ki a vérünkben. Most kiderült, hogy ezek a pálcikák 5G-nek a közelségében, hát hogyha valakinek van egy 5G-s telefonja a füléhez teszi, akkor itt van közvetlen az 5G. Ezek a pálcikák összeállnak, és létrejön egy biológiai mikrocsip. És ennek segítségével tudják az embernek az agyi működését befolyásolni. Még arra is képesek, hogy kiradírozzák az emlékeinket. Nagyobb bajt okoz a gráfénhidroxid nevezetű molekula. Ez egy nanonagyságú zsilett. 50 nanométer hosszú, 1 nanométer széles, egy szabályos zsilettszerű anyag, ami, hogyha bekerül a vérkeringésbe, elkezdi kaszabolni belülről az érfalakat. Most a szervezet nyilván ezzel ellen védekezik, és minden ilyen metszést betöm egy kis trombussal, egy kis vérröggel. Tehát ezek az emberek egy nagyon rövid idő az oltás után az érrendszerükben sok millió kis vérrög lesz. Na most gondolhatják, ez milyen veszélyekkel járhat. Hogyha az ember kicsit megerőlteti magát, és felgyorsul a vérkeringése, sport, izgalom, rossz álom, bármi lehet. A felgyorsult vérkeringés, mire lesodródnak a trombusok, jön a masszív agyembólia, vagy tüdőembólia, vagy pankrea, hasnyálmirigyembólia, bárhol lehet. A halálokoknak nagyon nagy szerepe van éppen ezzel a zsilettszerű anyagban. Na most ugye, ahogy telt az idő, és hála Istennek Magyarországon megalakul ez az Orvosok a Tisztánlátásért szervezet, ezek olyan orvosok, akik nem csak egymás között tartják a kapcsolatot, hanem világszerte is, és hogyha
kiderül valamilyen kezelési módszer, akkor egymásnak átadjuk a lehetőséget, hogy lehet segíteni az embereknek. És hála Istennek most már sok mindent tudunk csinálni. Többek között például a tüskefehérjét, ami ugye összetapadást okozza, azt lehet közömbösíteni. Az azért fontos, mert hogyha közömbösítjük a tüskefehérje hatását, akkor külön válnak egymástól a vörösvérsejtek, és azonnal kezdik újra szállítani az oxigént, tehát a demencia irányába való jövőkép az megszűnik, mert újra el lesz látva az oxigénnel az agyunk. Hát ilyen növények például, egyik például a gyermekláncfű, mindenki ismeri, gondolom, ezt a növényt, de van egy olyan növény is, amit úgy hívnak, hogy fenyőfa. És a fenyőfának a tüskeleveléből készített kapszulák nagyon szépen tudják közömbösíteni ezt az anyagot. Ezzel az a macera, hogy azt a napi egy tablettát, amit be kell venni, sajnos az élete végéig folyamatosan szedni kell az embernek, mert ez a gén folyamatosan termeli ezt a tüskefehérjét, tehát folyamatos kezelésre szükséges. Na most jött a WHO. Ugye? Igen. Jött a WHO, és a WHO az egy olyan szervezet, akit egy Butros Gebrejézus nevezetű bűnöző vezet. Ez egy olyan ember, aki Etiópiában körülbelül 2 millió ember haláláért felelős. Ez egy tömeggyilkos. És ezt választatta ki magának Bill Gates, hogy ezt az intézményt vezesse. Most ez az intézmény úgy került a Bill Gates kezébe, hogy a WHO-t, a Egészségügyi Világszervezetet több ország támogatta, csak ez a támogatásból néhány ország kilépett. Többek között Amerika is kilépett ennek a támogatásából, de viszont a Bill Gates masszívan belelépett. Tehát most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a WHO-nak a támogatásának 82%-a a Bill Gates kezében van. Tehát ő az, aki diktál. Most ki ez a Bill Gates? Az ő tevékenységét nagyon könnyen lehet magyarázni, hogy miért ilyen sátáni gondolkozású ember. Meg kell nézni, hogy mi volt ennek a családja. Az apja az amerikai eugenikus társaságnak az elnöke. Tehát az a társaság, aki évtizedek óta azon dolgozik, hogy hogy lehet kiirtani az embereket. És ennek a nagyapja, vagy talán a dédapja, most ebben nem vagyok pontosan biztos, a spanyol náthának a kitalálója, a Rockefeller intézettel karöltve oltották be az amerikai katonákat egy olyan baktériummal, amikor átküldték a katonákat Európába, itt befertézték az embereket, és akkor a katonák, mikor visszajöttek, azt mondták, az európai emberektől kapták meg, körülbelül 20 vagy 50 millió ember halt ebbe bele. Tehát ez egy ilyen család, aki már a nagyapja vagy a dédapja is 50 millió embert kiirtatott, de a Bill Gates maga is folyamatosan különböző oltóanyagokat gyárt, többek között Indiából ki van tiltva, Nigériából ki van tiltva, mert 100 000-esével ölt már ott gyerekeket, különböző védőoltásokkal. Na most ez a két csodálatos ember összefogott, és ezek irányítása alatt van a WHO. Most az a probléma, hogy nagyjából minden ország a világon erre a WHO-ra van rá kötve, ezeknek az egészségügyi intézményei ehhez a WHO-ra vannak rácsatornázva. Tehát amit ez a WHO ajánl, vagy ideig csak ajánlt, azt az országoknak többé-kevésbé meg kellett valósítani. Na most ugye ez a két pszichopata, ez kitalálta, hogy ők megvalósítják a WHO-n keresztül a világkormányzást, az egészségügyen keresztül. Méghozzá úgy, hogy ez a Covid is, higgyék el nekem, ez egy művi fertőzés volt, ez egy próba volt, hogy hogy lehet az embereket birkaként belevinni ebbe a borzadalomba. Itt nem a vírus volt a veszélyes, mert ez a koronavírus, ez egy sima influenzavírus. Ez egyik fajtája a influenzavírusoknak, de ez jó volt ahhoz, hogy rémületbe tartsák az embereket. És 2 évig a fősodratú médiából más sem ment, csak hogy mindenki meg fog halni, ha nem oltatja be magát. A gyerek megfertőzi a nagymamáját, ezáltal megöli a nagymamáját, nem mehet az ember külföldre, nem mehet az a gyerekek, nem mehetnek diszkóba, nem mehetnek csoportba, társaságba. Tehát mindent kitaláltak ahhoz, hogy az embert rávegyék az oltásra. Csak ám emögött, és ezt higgyék, a magyar kormány nyakig benne van, megölték az embereket. 10 000-esével. Csak Magyarországon. Több 10 000 embert megöltek vele. Tehát a probléma az, hogy ez a Bill Gates-es társaság, ezzel nem álltak meg ezzel a Covid fertőzéssel, hanem egyre újabb és újabb
dolgot találnak ki az emberiség ellen. Mondok egy párat. Bill Gates létrehozott egy gyárat, ahol hetente 30, illetve 50 millió szúnyogot gyártat le. Ezek a szúnyogok mérgező anyagokkal vannak telítve. 12 országba szórták le idáig ezeket a szúnyogokat, és úgy fertőzik az embereket. Ez egyik dolog. Kitaláltok egy olyan szövetet, amiből pulóvereket hoznak létre. A pulóverekben ilyen kis mikroszkópos kis kampok vannak, amit, hogyha az ember fölveszi a pulóvert a testére, akkor ezek a kampok beállnak a szövetek, a bőrbe, és azokon keresztül megy be a méreg a testünkbe. Most nekem van egy kollégám Németországban, úgy hívják, hogy Heiko Schönig. Tavaly szerencsém volt vele vacsorázni, mert volt itt egy orvosi konferencia éppen a Covid-dal kapcsolatban, ő is itt volt Németországban, de most Svédországban lakik. Ugyanis ez az ember egy borzasztó tehetséges ember, különösen a szervezés tekintetében, mert Németországban a Covid ellen 3 milliós tüntetéseket tudott megszervezni. Tehát egy borzasztó tehetség. Csak ennél fogva természetesen a német kormány ki ebrudálta az országból, ráküldték a NAV-ot, mindenféle ilyen disznóságot csináltak, kénytelen volt, elvitték a házát, stb. Kénytelen volt elhagyni Németországban, most Svédországban él. És onnan jön különböző helyekre, és mondja az információkat, ami hozzájutott. Ennek az embernek vannak CIA kapcsolatai. És ő elmondta nekem, hogy a következő járvány, ez egy sátáni dolog, ugyanis léteznek, nem vírus lesz, hanem baktérium. De hogyan? Vannak olyan baktériumok, amik olyan brutális mérgeket tudnak előállítani, például a botox. Biztos hallották már a botoxot, hogyha az ember beszurkálja a ráncokba, akkor az alatta levő izmokat ez a botox lebénítja, és ezáltal ugye már az izom nem húzza össze a szöveteket, tehát kisimul a ránc. Igen, de ebből a botoxból mindig nagyon picikét adnak csak oda a területre, hát ilyen mennyiségben nincs koros hatása. De hogyha nagy töménységben adunk be valaki a botoxba, akkor az összes izma lebénül, és abban például meghal az illető. Na most, ezek a drága emberek azt találták ki, hogy ezeknek a baktériumoknak a mérget termelő génjeit beépítik a zöldségbe. Tehát a közeljövőben, hogyha az ember ilyen multiknak fog vásárolni paradicsomot vagy zöldsalátát, benne van a pakliba, hogy otthon a másnap az egész családja meghal. Mert ezekkel a zöldségekkel fognak minket mérgezni. Különben ugye Magyarországon 6 millió embert, persze ezek a statisztikák, én már akkor sem hiszek nekik, amikor kérdeznek, de azt állítják, hogy 6 millió embert oltottak be, ugye 4 millió ezek szerint nincs beoltva. Na most ők mindjárt gondolkoztak, hogy hol lehet azokat is elérni. Nem tudom, láttak már olyan táplálékot, amiren egy pecsét van egy zöld békával. Láttak, ugye? Na most nem csak ez van. Van vagy 20-30 fajta pecsét legkülönböző méreggel. Most már arra is rájöttek, hogy most már sok ember ismeri ezt a békát. Tehát leveszik a békát, és azokra a hátul levő icipici betűkre rá van írva, hogy RFA. És ez ugyanaz a méreg. Csak most már nem békával jelzik. Tehát itten, pláne ez a következő, ez a génmódosított növények, ez egy olyan borzasztó veszély, hogy komolyan felvetődik a kérdés, hogy meg tudunk ebből szabadulni, vagy meg tudjuk védeni magunkat, a gyerekeinket, a nemzetet, a hazát, hisz totális kiirtás van előttünk. Mit lehet csinálni? Hát egyetlen a dolog van, egy ember semmit nem tud csinálni, az egyértelmű. 10 ember se. Hogyha van egy nemzeti összefogás, vagy egy nemzetközi összefogás, akkor talán, de csak talán. Most ugye az ember folyamatosan töri az agyát, hogy mit lehet, hogy lehetne ezzel ellen védekezni. Én most csináltam egy, lehet, hogy naív próbálkozás, de nem biztos. Látom azt, hogy Magyarországon az emberek, hogyha azt mondod, hogy párt, akkor mindenkinek itt jön ki. Akár jobb párt, akár bal párt, teljesen mindegy, a könyökön jön ki minden párt az embernek. Ugye nem hiszünk már a párt. Nem tudom, van még olyan ember itten, aki azt hiszi, hogy az a párt, ami itt van a palettán, lehet, hogy egy még van, ami még nem okozott csalódást, de azok a nagy pártok közül én szerintem nem hiszem, hogy egy józanul gondolkozó ember még hisz bárkinek is. Hisz folyamatosan hazudnak, lopnak, korrumpálódnak. Tehát egy olyan bandával állunk szemben mindkét oldalon, hogy ezek már teljesen lejáratták magukat. Szívesen vitatkozok bárkivel, aki ezt másképp látja. Rengeteg példát tudnék mondani arra, hogy
miket csinálnak. Tehát a pártokon keresztül nem lehet megszervezni a nemzetet egy önvédelemre. És én arra gondoltam, hogyha én összeszedem azokat a szakembereket Magyarországon, akik már idáig is, nem tegnap, hanem már évtizedek óta járják az országot, és próbálnak különböző problémákra rámutatni, azokat összefogom egy kalap alá, és megteremtem a szakértői kormának az alapjait. Nem pártokra kell szavazni, hanem erre a szakértői társulatra, amely közül mindegyik egyenként már bizonyította, hogy a hazáért dolgozik, és a nemzeten akar segíteni. Most a gondolatom az, hogyha én csináltam egy honlapot, az a neve, hogy pártok nélkül, ékezetek, partoknélkül.hu, ott be lehet regisztrálni. De most ugye nagyon sok ember úgy van ezzel a regisztrálással, hogy nem szívesen írja fel a nevét, az e-mail címét, mert sose nem tudja, hogy ez kinek a kezébe kerül, ez nehogy meglátogassa utána a NAV, hogyha beregisztrált, nehogy tönkretegyék, stb. Hát ismerjük ezeket a politikai húzásokat. Tehát úgy van megszerkesztve az egész, hogy nem lehet látni, hogy ki regisztrált. A nevét nem lehet látni. Csak egy szám jelenik meg a honlapon, hogy ki regisztrált be, mindig ugrik egyet a szám. Na most, hogyha a nemzetet sikerül ezzel a gondolattal meggyőzni, hogy itt gyűjjön össze ezen a honlapon keresztül legalább 1 millió ember, méghozzá egy belátható időn belül, mert jövő év májusában, nem jövő, ebben az évben májusában, megtörténik a WHO szerződésnek a véglegesítése. Tehát attól a pillanat, és a magyar kormány 100%-os ezt alá fogja írni, hisz az előszerződést is aláírta, ettől a pillanattól kezdve a következő oltást, ha oltani akarnak, már karhatalmi erőszakkal fogják csinálni. Tehát nincs kiút, nincs menekvés. És akit végképp nem tudnak elérni, vagy nem engedi beoltani magát, itt vár Magyarországon 3 fematábor, 3 megsemmisítő tábor, nem tudom mennyire vannak tisztában, hogy Magyarországon a harmadikat építik Debrecen környékén, egy van Rákospalotán, Budapesten, a másik Kiskunhalason. Ezek megsemmisítő táborok. 6 méter magas szekerítés, befelé hajló szöges drótok, utána aknamező, felfutó sánc, és ott állnak a barakok. Nagyon sok táborban, ezeket Magyarországon nem láttam, hogy az amerikai 80 tábor, ott vannak a kész koporsók már elkészítve. Műanyag koporsók. Ezeket hívják fenn a tábornak. Az amerikai kongresszusban ez a R84 alatt van beregisztrálva a törvényhozásba. Tehát eszméletlen nagy a veszély, és az a baj, tudják, én ezt a filmet a FEMA táborról, a Magyarország megsemmisítő táborról körülbelül 8 éve tettem fel az internetre, a Hun televízióra. 2 filmet is csináltam, egy órásat, ahol összehasonlítottam az amerikai FEMA táborokat a magyarországival, és csináltam egy 5 perces összefoglalót. Most a film még egy hetese volt fönn a Hun televízión, fölülről az elvtársak rám szóltak, hogy ezt azonnal nem távolítom el, akkor becsukhatom a Hun televíziót. Na most a Hun televízióra szükségem van, mert talán ez az egy pár ilyen médium van, vagy egy ilyen televízió van, ami próbálja a nemzetet ellátni információval. Most, hogyha hadtam volna ezt bezárja, akkor az rengeteg más információt hogy juttatom a nemzethez? Tehát szükség van rá. No, levettem ezt a filmet, de az 5 perces film ott van, és az a címe, hogy mi az ördög zajlik itt. Hogyha ezt a filmet megnézik a YouTube-on, akkor fogják látni az amerikai FEMA táborokat és a magyar párhuzamot. És azt hiszem, mindenkinek teljesen világos lesz, hogy itt mire készülnek. Ezt a Bajnai meg a Gyurcsány hozta létre, több milliárdos projektumról van szó. Hát nyilván nem fognak fölépíteni a több milliárdos projektumot, hogyha nem akarják valamikor használni. És akkor kit fognak bevinni? Hát minket, kit mást. Na tehát... Ezen a honlapon keresztül az a célom, hogyha sok ember be fog itt regisztrálni, és látom, hogy itt kezd kialakulni egy politikai erő, akkor nekem az a célom, hogy közvetlen a választások előtt megveszek, illetve ráruházom ezt a embertömeget egy olyan pártra, aki ugyan be van jegyezve, de nem dolgozik, mert akkor ezt már nem kell a bejegyzési eljárással húzatni az időt, és ennek a pártnak a segítségével, azt a millió embert, ezt a millió civil ember segítségével bejutni a parlamentbe, és ott létrehozni a felsőházat. A felsőházat, hogyha sikerül megvalósítanunk,
akkor az összes párt automatikusan az alsóházba kerül, és ettől a pillanattól kezdve a pártok elvesztik a döntési jogukat. Ők nekik már csak javaslati joguk van. És akkor a felsőházba levő nemzet, a civil szféra majd eldönti, hogy melyik javaslattal kezd-e valamit, vagy nem, és ettől a pillanattól elindulhat Magyarországnak a rendbetétele. Vissza lehet térni a történelmi alkotmányhoz, és el lehet indítani Magyarországnak a fölépülését. Pláne olyan emberekkel, mint Varga István, aki meg tudná, hogyha minden úgy megy, ahogy eltervezte magának, akkor Magyarországból a világ leggazdagabb országa. Túl fogjuk szárnyalni Dubajt, túl fogjuk szárnyalni Katart. Tehát egy eszméletlen gazdagság. Csak kérdés az, hogy a nagyhatalmak, a háttérhatalmak mennyire fogják ezt engedni. Erről már biztos, hogy be fog számolni. Mennyi, hány percnél tartok? Jó, még van, legalább 10 perc. Na most én azért elmondom önöknek, hogy melyik az a párt, akivel én tárgyaltam ezzel kapcsolatban. A Bene Gábornak a neve talán ismert, ő csinált egy olyan pártot, úgy hívják, hogy Nem Párt. Nemzet Egyesítő Mozgalom Párt. Ezt a pártot azért hozták létre, hogy meg tudják szüntetni a pártrendszert. Tehát nem az a fajta párt, aki azért próbál bejutni a parlament, lopjon, csaljon, hazudjon, hanem helyreállítja a nemzetben, az országban a rendet. És vele megegyeztem, és ő üdvözli ezt a lehetőséget, és örömmel csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. Most pillanatnyilag ezen a honlapon 13 vagy 14 ember van felsorolva, mondok pár nevet. Ott van Gusó András, ez egy ideggyógyász. Ott van Tamasi doktor, ő az orvosok a tisztánlátásának a megalapítója. Ott van Pózs doktor, ott van Varga István, ott van Juhász Zoltán, ott van, hogy hívják azt a doktornőt? Most nem jut eszembe a... Bardo Zsuzsi, professzor asszony, Magyar Tudományos Akadémia. Szóval csupa olyan ember van itt egymás után, akinek meg lehet ott nézni az előadásait. És akkor lehet látni, hogy micsoda koponyák, és hogy mi mindenben tudnának segíteni az országnak. És nem ilyen idióták vezetnék az országot, hanem komoly szakemberek. Mert aki abba bízik, hogy a kormányban levő emberek azoknak magas az intellektuális kociensük, az nagyon-nagyon rosszul gondolja. Olyan buta emberek vannak ott nemig, olyan törvényeket hoznak ön, olyan intézkedésen, a háromnegyed részük nemzetellenes. De ezt már egyszerűen föl kell fogni, és abba kell hadni az öknek a támogatást, mert nem, hát gondoljanak, utolsó 30 évben valakinek nagyon lényegesen javult az élete. Hát mindig ugyanazokkal a dolgokért kell harcolnunk. És milyen furcsa dolog az, hogy a saját kormányunk ellen kell harcolni ahhoz, hogy életben maradjunk. Covid-oltás. Ők erőszakolták rá a nemzetre. És azok az orvosok, azok az emberek, akik ez ellen próbálnak valamit tenni, hát fenyegetik a börtönbe jutást. Most hoztak egy törvényt, azaz neve, hogy szuverenitás törvény, nem tudom, hallott-e valaki erről. Hát ez az AV-s rendszernek a visszahozatala Magyarországra. Ők maguk is mondják, 5 év börtön, hogyha valaki olyat mond, ami az államhatalomnak nem tetszik. Kell ez nekünk? Nem kéne ezzel ellen védekezni? De egyedül nem megy, csak összefogással. Na ezt kéne átgondolni, hogy ezt az összefogást hogy csináljuk meg. Ezen a honlapon keresztül megvan egy minta, hogy hogy lehetne ezt megoldani, de egyedül nem tudom, csak hogyha mindenki segít ebbe, és akkor meg lehet valósítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.